A globális klímasztrájként emlegetett demonstrációs sorozat 67. napját tartották a világ számos nagyvárosában pénteken. A Fridays for Future tüntetői Athénben a görög parlamenthez vonultak. Egy gimnazista lány azt mondta, hogy az előző generációk okozták a felmelegedést, de ez már a mai fiatalok életében okoz problémát. Egy általános iskolás szerint nincs nagyobb probléma a felmelegedésnél, mert az emberiség kihalásához vezethet. Berlinben az óceánok szintjének emelkedésére utalt a klímaaktivisták szlogenje: a világ fürdeni megy. Tüntetők egy csoportja fürdőruhára vetközött és a spréfolyóba ugrott. A budapesti Kossuth téren tüntetők klímavészhelyzet deklarálását követelték a magyar politikusoktól, ahogy azt az Európai Parlament tette csütörtökön. A francia fiatalok fekvő demonstrációja az emberiség kihalását szimbolizálta, utalva arra, hogy a döntéshozók az utolsó pillanatban vannak, hogy megmentsék a bolygót és civilizációnkat. Egy párizsi diáklány így fogalmazott. Meg kell védeni a földet a túlfogyasztástól, a felesleges vásárlástól, a környezetrombolástól, ezért tüntetünk. Az olasz klímatüntetők kevesebb karbont és több karbonárát követeltek az egyik szatirikus transzparensen. A Black Friday helyett Block Friday szlogen is megjelent a római tüntetésen. A Fridays for Future-t Greta Thunberg indította el 2018. augusztusában.